barátaim! Nagy szép kis időjárás van itt, és a Pécsről tartunk Kecskemétre, megálltunk egy kis videót csinálni. A múltkor volt a kérdés-válaszok között, az volt a válasz, hogy mi történt, mitől vannak problémák, szenvedések, és röviden akkor az volt a válasz, hogy általában a karma miatt kapunk a dolgokat, nehézségeket, betegségeket. És erre volt egy reakció, ami nagyon jogos volt. Valaki azt közölte, hogy lehet, hogy ne is foglalkozunk annyira karmával, mert valakinek baja van, akkor megmondjuk neki, hát ez a te karmád, akkor, és akkor le van tudva, hanem inkább segítsünk embernek. És ez jogos pont, igen, ez nagyon jó, igen, kell segíteni, mert mikor másoknak van problémája, akkor nem azzal kell nyugtatni őt, hát ez neked úgy jár, úgy kell neked, az neked jár, hanem nekünk együttérző kell lenni, szeretetet kell gyakorolni, és mindegy milyen a karmája, mindig kell enyhíteni, amit tudjunk, maximálisan segíteni. De viszont, amikor velünk van probléma, szóval azért jó tudni a karmáról, hogy mikor velünk van probléma, akkor nem hibás senki. Mert a probléma sokszor az emberben. Hogyha valakinek van baj, akkor mondjuk neki, ez a te karmád. Amikor velem van bajom, akkor mondom, hát te vagy a hibás, miattad. Szóval fordítva, amikor neki van baj, akkor neki segítő. Amikor nekem bajom van, senki nem hibás, én vagyok hibás, az én bajomban. De ez nem jelent, akkor itt ülök és nem csinálok, akkor itt szenvedek, sajnálom magamat, hanem segítek magamnak is, próbálok megoldani, gyógyítani, hogyha beteg vagyok, ugyanúgy. De tudom, hogy ez az én múlt tettemnek az eredményei. És azért ez jó tudni, hogy ebbe az életbe ne kövessek újra a tetteket, hogy következő életben újra át kelljen élnem a problémákat. Mert ezek a problémák, ezek pszichikai tudnak lenni, testi tudnak lenni, és ezért kell tudni a karmát. Nem azért, mert vádolni mindenbe kell karmát, hanem azért, még egyszer, hogy most kapom ezeket a dolgokat, meg kell oldanom, de tanuljak belőle, hogy mik ezek a cselekvések, ami most csinálok ebbe az életbe, amelyek által nem csinálok magamnak rossz karmát, sőt, jó karmát csinálok, vagy tisztítom a karmámat. Ezért kell tudni ezt a törvényt, és ez akkor, ebből szempontból ez fontos. De másokat pedig mindig kell segíteni és szeretni. Nagyon szépen köszönöm, iratkozzatok fel a csatornára, és írjátok nyugodtan az e-mail címemre a kérdéseket. Szép napot kívánok, Hare Krishna!